1956. októberének szellemi és fizikai örökösei vagyunk. Azoknak az utódai, akik túlélték, és újra meg újra megteszik, amit kell, hogy ez az örökség, a szabadság akarása fennmaradjon. De minden égésnek nyoma marad. Annak is, ha egy világ pusztul. Annak is, ha egy ember. Az egyén halála áldozata a mi halálunk. Mi áldozatunk is. Akkor is, most is. Ez a történet egy fiúról szól, aki feláldozta magát a szabadságért, értünk. Pedig élni akart. Autót vezetni, száguldani, szabadon élni, ahogy bármelyikünk. Emberhez méltóan és kicsit boldogan akart élni. Ráemlékezünk is azokra, akik szerették, és akik a vesztesség és az áldozat után még lehetetlenebb feladatra vállalkoznak. Egy képtelenül üres világban tovább létezni. Halála a mi halálunk, áldozata a mi áldozatunk. Mi 2022. októberében nem akarunk több áldozatot. Szeretnénk egy kicsit boldogan élni, azok miatt is, akik meghaltak értünk. Ezért készítettük ezt a filmet. Ments meg, Uram, a haláltól, ments meg, Uram, minket! Ments meg, Uram, a haláltól, ments meg, Uram, minket! Ments meg, Uram, a haláltól, ments meg, Uram, minket! Ments meg, Uram, a haláltól, ments meg, Uram, minket! Ments meg a külön haláloktól látó szemeinket! Engedd azt a sok szép hangot füleinkbe jutni! Engedd menekülő lábainkat futni! Ropog! Pattog régi házom, benne már tűzég. Közeledik a halálunk, érezzük a bűzét, hol ide kap, hol oda csap ostora a testnek. Élő ürdünk lángnyelvétől inaink recsegnek. Magunk elől hova fussunk? Nincs szünet a kintban. Aki vak, az vakabb nem lesz, megértettük, így van. Sötét üreg legmélyéről sírva áldunk téged. Egy szál napfény hűzőjét legyőztünk. Tessék befáradni! Ne menj be, Sári! Sári, tessék kimenni! Talán tényleg! Hagyjanak békén, nekem nincs mitől félnem! Az nem egész biztos. Mindig jöhetek a meglepetés. Még nem látta elégített embert. Nagyon csúnya lett vele, még így szívesen nézek oda. Maga nem, de én hoztam a világra. Akárhogy is néz ki, nekem van hozzá. Csak a folyosóra menj. Vegye már le azt a papírosat, sem a miénk. Levette és szép sarkosan összehajtogatta a papírost, mint egy poprócot, aztán rátette a hordágyra a láptól. Nyilván megnéztük azt a valamit, ami már nem hasonlított semmire. Sokszor eszembe jut ez a perc. Milyen nyugodt is voltam, milyen biztos voltam a dolgomban. Arcom színét sem váltotta, pillámat meg se rezzentette a látvány. Mint a fák a hóhatári, érzelmeink csak addig a pontig bírnak fölhatolni, ahol az életnyomai még felismerhetők. Aminek már nincs köze a léthez, annak érzelmeikhez sincs. Ez a tetem már túl volt a félúton, egy eleven lény és a sár között. Félretoltam a rendőrt, a hordágyhoz léptem, a holtes fölé hajoltam. Tudtam. Biztos? Egész biztos. Alá tetszik én, hogy ez nem a maga gyereked? Alá, mehetünk. Még egy percig szíveskedjenek várni. Jöjjenek a napira. Halástuk a sírt, kifja Palik Ferenc, jegyzőkönyvben mondta, hogy az a holttest maguk fia. Ki az a Palik Ferenc? Szintén diák. Hazudott, de én az összes osztálytársát ismerem. Nem úgy beszélt, mint a felre akart volna vezetni.
Látszik, hogy nincsen gyereke. Egy ilyen kamasztok minden nap eltűnés. Semmi oka nem volt hazudni. Ok nélkül is lehet hazudni. Minden oka már volt az igazságra. Vagy pedig oka volt túljárni a maga eszén. Ne tessék velem beszakadni, kérem. Én csak kötelességemet teljesítem. Sértődöttem, hátat fordított, és Miklósnak olvasta fel a jegyzőkönyvet. Ez szerint... Az előzetes letartóztatásban levő Palik Ferenc felismerte a holttest ruháját, mely ugyanolyan spriccelt szövetből készült, mint amilyet Mózes Dénes viselt. Azért emlékszik ilyen világosan Mózes Dénes ruhájára, mert majdnem egy hetet töltött vele a Ganz utca 3. szám alatti trafikban. Az áldozatot fél órával a halála előtt látta utoljára. Ő ugyanis éppen hazaszaladt ebédelni, amikor egy tank szétlőtte a trafikot. Mire Palik Ferenc visszaérkezett, már égett a ház. Mire visszaérkezett, már égett a ház. Mire visszaérkezett, már égett a ház. Vagyis ez a Palik Ferenc nem volt ott, amikor szétlőtték a trafikot. Akkor nem, de mire visszaérkezett, már... égett a ház. Gyere, Miklós. Már is, Sári. Beletekinthetnék abba a jegyzőkönyvbe? Beletoztassék. Hol volt a sír? Ganz utcában. Az merre van? Budapesten a Ganz villany mellett. Hogy lehet egy utcában sírt ásni? A trafikkal szemben, virágágyban a járda szélén. Egy akácfallal ásták meg a sírt, és ott temették idéglenesen a fiát. Hogy került a fiam Budára? Azt nem tudom. Nem voltak lezárva a hidak? Csak a Lánchíd. Menjünk, Miklós, ez nem a mi fiunk. Már is nem. Nem mehetnénk vissza, kérem a holttesthez? Ha kívánják, látta azt a szövetet? Olyan, mint az övé. Elismerik? Kérem szépen, mit akarod tenni? Én? Semmit. Gondolom, még sose vásárolt civil ruhát, de szerintem hallott már a konfekcióról. Ha kijön egy új szövet, a gyárak 1000 meg 1000 ugyanolyan darabot gyártanak belőle. Ez a szövet is például 870 forint. Szóval két ugyanolyan kabát nem bizonyít semmit. Valamit mégis csak jelent? Nem tesz semmit. A mi fiunk ugyanis Amerikában van. Most mondja? Miért nem mondta rögtön a telefonban? Nem mondta? Nem mondta. Tudnél, hogy csak feltevés, hogy a fiunk Amerikában van. Nem feltevés. Miért a maguk fia? Nem írt. Üzent valamit? Az sem. Akkor miből gondolják, hogy Amerikában van? Pont ebből. De nem üzent. Most nem akart minket bajba keverni. Tudja, az uram tudós, én pedig gyors és gépírő nő vagyok. Amúgy se néznek minket jó szemmel, nem érk a kiderül, hogy egy kicsit vizsgálat. Tudja, megpróbálom, hogy legyen egy autó. Imádja a sebességet és a szabadságot. Mit nem lehet ezen megérteni? Talán mindenki üzent. Nem szégyelli magát? Maga egy buta senki! Hogy mondhat ilyet? Miért rángatott ide minket? Miben próbál minket beleugratni? Látszik, hogy nincs magában emberi érzés. Nincs gyereke, nincs. Anyának nem kell levél, nem kell, hogy üzenjen. Van bennem valamilyen radar. Érzem, mikor alszik, mikor eszik, hogy jól van, vagy beteg. Tudom, hogy megvan a társasága, van autója, vannak barátai, van lakása. Érzem, megvan így is a biztonságom. Jobb szerettem volna, ha üzen, de nem így lett. Reszkete vártam a leveleit minden áldott nap. Hát, ha jön tőle valami, de nem jön. Maga pedig ide rángat egy hencegő kölyök vallomások miatt, és azt próbálja bizonyítani, hogy ez a fiú. Nem hiszünk magának. Egyáltalán nem. Nézzen az uramra, mit ártott magának ez az ember? Semmit nem ártott magának. Majd ha apa lesz, egy nap nagyon meg fogja ezt bánni. Azt hittem megsértődik. Azt hittem megharagszik. Féltem, talán megbüntet a szavaimért. De ő csak állt, tétován magáni nézett kifakult kék szemével. Aztán zsebre vágta a levelet, felállásan rágombolta a gombot. Zavartan rángatta a vállát. Nekem mindegy. Kívánják, nem tudom az eljárást. Olyat lehet. Ha a húzadalmazók nem ismerik fel a holttestben Mózes Dénes, akkor az eljárás megtüntethető. Nem ismerjük fel. Akkor lehet menni. Gyere, Miklós, menjünk. Várj, Sári. Működik ez a telefon a szobájában? Működik. Használtam egy hívásra? Használhatja.
Először nullát kell tárcsázni. Kit akar felhívni Miklós? Sanyit. Mit akar Sanyival beszélni? Kérdezni szeretnék tőle valamit. Sanyi ilyenkor rendel. Csak egy adatra lennék kíváncsi. Nem ér rá Miklós. Ne haragudj, Sari. Én így nem bírok élni. Úgy bírna Miklós. Szabad telefonálnom? Csak tessék. Menjünk Miklós. Megpróbáltam nem félni, hogy ez az életrendje, azt mondtam magamban. Minden, ami él, ölni akar. Csak mi, anyát nem fogadjuk a telefont, nem lesik a sűkön hordók, s ha cédul a csuck az ajtó hasadékba, attól is pedig hasít a rémület. Nem csak a rossz nemében lehet ölni, a jóért, a szépért, a tudásért is. Egy adatért is lehet ölni, pedig nem tudni annyit, mint remélni. De csak mi nem kívánjuk tudni a meg nem tudhatót. Már is, Sári. Kérem Dr. Tóth Sándort a telefonhoz. Bocsáss meg kérlek, hogy megzavarlak a munkádban. A rendőrségről beszélek. Tudni szeretném, volt-e Dénes fiunknak valamilyen plombája, vagy más ismertető jel a fogsorán. Remélem nem esik nehezedre utána nézni. Gyerekkori barátok, mégis milyen cirkalmasan beszélnek egymással. Képzeletben minden mondat után egy meghallás következik. Miklós megköszönte a felvilágosítást. Üdvözletét küldte Ilának. Megígérte, hogy hazúrral újra felhívja őket, és másodszor is bocsánatot kért a zavarásért. Aztán letette a kagylót, hozzám lépett. Menj ki a folyosóra, Sári. Miért? A leghátsó zárfogán van egy korona. Én is meg akarom nézni. Szét kell feszíteni a fogsorát. Ne féltsen engem, Miklós. Na szépen, menj. Miért akarsz itt maradni? Csak a felsőre tessék kifáradni. Úgy is megyek minél utána. Meg szeretném nézni. Milyen jó az? Azért, mert csak a saját szememnek hiszek. Akkor tessék. A fogsor volt a legépebb része a tetemnek. A lámpa fénye épp rávetült. Hallottam, hogy a rendőr felkattintja a zsebkését. Hallottam, hogy a penge hozzákoccan a fogakhoz. Oda mentem, és félretoltam a rendőrt. Miklóst is odébb toltam, és a teste fölé hajoltam. Tedd, hogy ne legyen a fogán korona. Tedd, hogy a villany kialudjon. Tedd, hogy a szemünk elhomályosuljon. Se lássak, se halljak. Tedd, hogy ne tudjak beszélni, Istenem. Egy aranyfénypont villant. Egy kicsi aranyszikra. Igaza volt. Ez az én fiam holtteste. Felismeri? Fel. Villamosan mentünk haza. Minden úgy volt, mint máskor. Mi nagyon egyszerűen élünk. Mozikusan sem járunk. Színházban sem ritkán, a klasszikusokhoz. Vendéglőben mi messze egyszer tudtuk be a lábunkat. Magam főzök, csupa hétköznapi, gyorsan összekapható ételt. Aznap teát vacsoráztunk, 10 dekas sonkával, és 4 tojásból rántottával. Baj nélkül behoztam a tárcát. Ettem is. Nem éreztem fájdalmat. Nem voltak gondolataim. Rémlett, nem is én vagyok az, aki tojást teszi. Hallgatva ültünk az asztalnál, de különben sem beszélünk sokat. Amikor másodszor töltöttem neki teát, azt kérdezte Miklós. Várat, hogy? Nem. Van kedved zenét hallgatni? Szívesen. Mi az, te sírsz? Nem sírok. De hallom. Nem jól hallod. De nem szégyen az. Nem sírok, Miklós. Nem sírtam. Még csak nem is éreztem semmi szokatlan érzést. Se gyász, se bánatot, se megrendülést. Végül Miklós neki indult és felgyújtotta a villát. Az első pillantása nekem szólt, de arcom nyugodt volt, és száraz a szemem. Jó a Requiem? Jó. A Mozart? Amelyiket akarja. Feltette a lemezt. Úgy ültünk, hogy ne kelljen szembenézni. Ő a selyemhúzatú hangszórót nézte, én őt. Kiugró, éresen rajzoló állát, horgos orrát, besüppett orcáit. Arca, melyet már munkába vett az öregség, még nagyon ismerős volt, de már egy kicsit idegen. Csak egy maradt meg, a becsületessége. Nem csak a barátaival becsületes,
Amit az olasz irodalomról tud, azt is valahogy puritánul tudja. Néha téved, de sosem megvesztegethető. A szerelmet nem lehet egészen kifosztani. Mi velünk is elbánt az idő, de a becsületességét nem bírta kikezdeni. Én ezt szerettem benne, mert ennyi maradt. Amikor az Agnus Deit játszották, így szólt. Indulhat valaki bizakodó is a halál elé? Démensre érted? Nem, a fiunkra értem. Aki átélt egy tűzvészt és nem tudta, micsoda a tűz, az érezheti magát ilyen bizonytalanul. Mert aminek nincs neve, az majdnem nincs. Ők is vigyáztak, nehogy nevet adjanak a tűznek. Talán ettől szaladt a szívembe a reszketés. Elviszlek benneteket a temetőbe. Hogyan? A kocsimon. Kocsiban? Mióta? Ma óta. Viccelsz? Dehogy is. Te én a kocsit veszel? Te nem veszel? Dehogy veszek. Idáig én ültem elől. Most Miklós foglalta el a helyemet. Forgatta a kormányt, nyomogatta a gombokat, mint egy gyerek. Sanyi buzgón magyarázott. Az első sebesség a legnagyobb átétel, de majd otthon lerajzolom. Jobban vagy már? Mi is veszünk autót, Miklós. Hova gondolsz? Hol van nekünk erre pénzünk? Helyet cseréltek. Közben még egyszer égő arccal megszólaltatta a Dudát. Elindultunk. Tedd, hogy ez nem történt meg, hogy nem ez a vége. Tedd, hogy legyen egy autója. A fiát elvesztette. Ő a legtisztább ember, akit ismerek. Tedd, hogy ne kelljen újra sírnom. Tedd, hogy Miklóska ne nézzen hátra. Még egy percig ne. Milyen is a mi film? Ízik, vérig, mai típus. Nem érdekelte az irodalom. Ebben egészen eljutott tőlünk. A gépek vonzották, meg a mozgás, meg a sebesség. Csupa olyan dolog, mely tőlünk idegen. Az volt a legfőbb vágya, hogy saját autója legyen. A mámora rohanás. A szabadság mámora. A szabadság mámora. És megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Akik velünk együtt ünnepelnek az égben, kiknek őrizgetjük szellemét, mindazokért egy-egy gyertya égjen. Mindazokért, akik elzárkóznak a jótól, akik nincsenek, s nem is értenének a szóból. Aki barát, de lehet még ellened is, mindazokért egy-egy gyertya égen. Égig érjen a fény, és mi úgy szeretnénk, hogy sosem
hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsődez, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon a kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezer év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze Rabigát, Hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, s áhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi balszerencs közt, oly sok viszály után, megfolyja bár, de törve nem, él nemzeti hazánk. S népek hazája, nagy világ, hozzád bátran kiáll, egy ezredévi szenvedés kíréletet, vagy halál? Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keservben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádtságet fedez százeznek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírt, a nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember milliónak szemében gyász könyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltető, s ha elbukál, antyával ezt akar. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltetőd, s ha elbukál, hangyával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell.